A Rákóczi Szövetség a 120 éve született Esterházy János mártírsorsú politikusra emlékezik. Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraújlakon, és 1957. március 8-án a csehországi Mírov börtönében halt meg. Személyisége szimbolizálja a 20. századi felvidéki magyar sorsot. A múlt század nehéz éveiben politikai helytállása mindig kifejezte a magyarság, a kereszténység és a közép-európaiság értékeit. A Rákóczi Szövetség 1991 óta minden év márciusában megemlékezik a mártírsorsú felvidéki politikusról, Esterházy Jánosról. Idén a rendkívüli körülmények miatt megemlékezésünk az online térbe szorul. Az Esterházy díjat a Rákóczi Szövetség egy későbbi időpontban adja át. Esterházy János születésének 120. évfordulóján a Magyarországgyűlésnek az erkélyéről szólok most önökhöz. Esterházy János egy olyan mártírunk volt, aki küzdött a nácizmussal, küzdött a kommunizmussal, és életét áldozta a hitéért. Nem véletlen, hogy Krakkó püspöke a közelmúltban kezdeményezte a boldoggá avatását. Életére most három aktuális, éppen az 1921-es évet és ezeket a napokat érintő szempontból szeretnék reflektálni. Napokon belül fogjuk ünnepelni március 23-án a Lengyel-Magyar Barátság napját. Esterházy János egy olyan gondolkodónak, Tarnowska úrnak az unokája volt, aki az egyik legnagyobb konzervatív gondolkodója volt a lengyeleknek. De egész élete során nagyon szorosan kapcsolódott a lengyelségéhez. Fontos szerepet vállalt abban, hogy a II. Világháború alatt Magyarországon nagy számban fogadtunk be lengyel menekülteket. A menekülteknek a határon való átsegítésében, Szlovákián való átsegítésében egyáltalán nem veszélytelen körülmények közepette vállalt szerepet. Fontos, hogy most, amikor 23-ára készülünk, képesek legyünk arra, hogy a magyar-lengyel kapcsolatban ma benne rejlő kihívásokra, lehetőségekre próbáljuk megtalálni a megfelelő választ. Magyarország az idei esztendőben a V4 elnökségét fogja adni. Nem csak a lengyelekkel, hanem a másik két visegrádi nemzettel, a szlovákokkal és a csehekkel is. Nagyon szoros lelki kapcsolatot ápolt Esterházy János. Szerette a szlovák népet a maga szlovákságában, és mivel cseh börtönben halt meg, nagyon sok cseh kommunista rendszer által üldözött emberrel alakított ki életre szóló barátságot. Esterházy János életéről és haláláról éppen a cseh, illetőleg a szlovák kommunista börtönöket megjárt embereknek a beszámolói alapján tudhatunk sokat. És hálásak vagyunk azért számos cseh közéleti embernek, politikusnak, mint például Schwarzenberg Karelnek, a későbbi cseh külügyminiszternek, hogy hozzájárult ahhoz, hogy végül is megtudhattuk, hogy hol temették el Esterházy Jánost, és hozzájárulhatott ahhoz is, hogy végül is a hanvai visszakerülhettek szülőföldjére. És végül az idei esztendőben lesz a Magyar Európa Tanácsi elnökség is, május és november között. Ezt azért tartom fontosnak, mert ez az a szervezet, amelyik az emberi és a kisebbségi jogok felett Európában a legszélesebb eszközrendszerrel örködik. A Magyar Európa Tanácsi elnökség időszakában fontos tudatosítanunk azt, hogy az emberi jogoknak a gondolata az nem az ENSZ egyetemes nyilatkozatával kezdődött, vagy nem az emberi jogok európai egyezményével kezdődött, hanem a keresztény etikában gyökerezik. És a keresztény igazságnak és a keresztény etikának a politika szintjén való megjelenítése Esterházy János számára egy nagyon fontos kiindulópontja volt az ő politikájának, az emberi jogok megközelítése is nem értelmezhető Esterházy János nélkül. Emlékezzünk tehát most
születésének 120. évfordulóján Eszterházy Jánosra úgy, mint egy komoly barátjára a lengyeleknek, mint egy elkötelezett emberre a visegrádi gondolat mellett. Nem pusztán érdekek, hanem értékek is összekapcsolnak bennünket, visegrádi nemzeteket, és emlékezzünk rá úgy, mint az emberi jogok kiemelkedő harcosára. Az Emlékbizottságnak két nagy feladata volt a kezdetek kezdetén. Az egyik Eszterházy Jánosnak egy emlékhelyet létesíteni. Ezt a belvárosi Szép utcába csináltuk meg. Hogy miért pont oda, arra is van magyarázat. Eszterházy János 42-44 között, amikor Budapesten tartózkodott politikai utazásai és tárgyalásai során, akkor mindig ott lakott a Szép utca 5 szám alatti házba, mert az ő nagybácsia volt a Magyar Lovaregyletnek a alelnöke, és az a ház volt a Magyar Lovaregyletnek a székháza.